Sziasztok, Ják! Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel, és mindenkinek csodálatos péntek estét szeretnék kívánni. Mit is jelenthetne a péntek este, ha nem horror videót? Azon belül is most három rövid horrorfilmet hoztam el nektek. Szerintem ez minimum 3 lájkot megérdemelne ezen a videón, szóval mindenki fejelje szét azt a like gombot, és hogyha ez még mindig nem lenne elég, képzeljétek el, ezek igazából összefüggnek, ha minden igaz, és ez egy sorozat lesz, amelynek az a címe, hogy a takaró. Ne tévesszen meg minket, hogy a címünk nem para, attól függetlenül a horroraink lehetnek azok, szóval ne is húzzuk az időt, hanem kezdjünk is már egyből bele. Az emberünk békésen alszik, de minthogyha a takarója megmozdult volna. Elnézést a videónk félbeszakításáért, de van számotokra egy bejelenteni valóm, ugyanis mostantól kezdve ismételten együtt dolgozok az Enebával, szóval novemberi hónapban lesznek Enebás reklámblokkok itt a főcsatornámon, amely egyébként egy rettentő jó oldal, ugyanis rajta keresztül brutálisan jó áron tudsz játékokat vásárolni, akár PC-re, vagy pedig konzolra, folyamatosan jönnek a jobbnál jobb ajánlataikkal, és hogyha ez még mindig nem lenne elég, vannak még ajándékkártyák, illetve különböző kinézetek is, meg 24 órás a supportjuk, szóval ha bármi problémátok lenne, bármikor hozzájuk tudtok fordulni, illetve a Trustpilot-on is nagyon jó az értékelésük, mindenféleképpen szemezgessetek, ott van a link lent a leírásban. Na de akkor térjünk is vissza a videónkhoz. Valaki lehúzza róla a takarót. És mi naivan azt hisszük, hogy a takarónk megvéd minket, mi? Közben pedig másodpercek alatt le lehet rólunk húzni. Ezzel amúgy nem nyugtatok meg most senkit, mi? Sőt! Na de, ki húzza le a takaróját? És mégis hova viszi? Vagy azért takaró, ennek a horror sorozatunknak a címe, mivel önálló életre kell, és elkezd így random vándorolni? Na de ez az emberünknek is feltűnik, hogy még ő betakarva aludt el. Na de most már ki van takarva? És a takarója az ajtóban van. Hát nem csodálom, hogy nem érti. Nagy eséllyel akkor most történhetett ez vele először. Most már csupán az a kérdés, hogy vajon utoljára? Vagy pedig túl fogja élni ezt az egészet, és még többször is elő fog ez fordulni. Annyira tipikusan, horrorfilmesen van ez elkészítve, de hát egy horrortól mit is várnánk? Meg a fényelése is brutálisan jól van megoldva. Na? De gondolkozzunk amúgy pozitívan. Egy takaró hogyan tudna téged bántani? Megfojtana? Vagy mi? Hát csak nem fogja megölni őt. Ó! Hogy így random megjelenik egy szellem a takaró alatt, és bizony eltünteti az emberünket, aki teljesen egyé válik a takaróval. Na de ennyi is lett volna az első részünk, szóval nézzük is meg a másodikat, és derítsük is ki, hogy vajon összefüggnek-e ám itt a részek, de nagy eséllyel szerintem összefognak. De várjatok már! Nem ez a tag volt az első részben is? Vagy csak ennyire brutálisan rossz az arcmemóriám? A jobb kezén van neki egy tetkó, jó? Ez alapján csak be tudom azonosítani. Aha, neki is van egy tetkó a jobb kezén. Szóval akkor ő volt az. Hát de uram, az előbb bedarált téged a takaró. Most akkor hogy élettél újra? Egy kicsikét hangosítottam, ugyanis itt már beszélnek is. És alig lehetett hallani. Szándékosan van ez így csinálva, hogy a beszéd az baromira halk. Na de majd, ha esetleg jön egy jumpscare, az brutálisan hangos lesz. Mondja is a nőjének, hogy megy aludni. Vagy lehetséges, hogy őt már megszállta a démon? És akkor a takaró szelleme hamarosan meg fogja szállni a csaját is. És mindenki el lesz teljesen átkozódva? Hát kíváncsian várom,
hogy mégis mit hoznak ki ebből az egészből. Megy is a palia után, aki már egyből elaludt. Hát én nem értem, hogy ezek után te hogy bírsz abban az ágyban aludni? Megkérdezi tőle a nője, hogy alszol-e már? Ő pedig nem is válaszol, ugyanis már alszik. És tudjátok, mindjárt jön is a hajnali három, a takaró pedig önálló életre kell, és le is fog róluk húzódni. Mi ez a hang? Minthogyha a fürdőben valaki megengedte volna a vizet. Egyből szól is a férjének. Valaki van a fürdőben. És tudjátok, mindjárt kiderülne, hogy igazából a férje van, csupán az a test, amelyet lát maga mellett, valami szellem. Menjél és nézd meg! Mégis mi baj lehetne? Végül is csak egy horrorban vagyunk, nem? És kajakra a férje lenne ott. Próbáljunk a lehető legrosszabbra is felkészülni, ugyanis akkor annyi meglepetés nem érhet minket. Aha, még ég is ott a villany, és ott van a férje! Ő még nem alszik. Annyira éreztem, hogy valami hasonló lesz. Na de hogyha ott van a férje, akkor az ágyban mégis ki van? Mi az? Csak értetlenül néz a csajára. Miért viselkedsz úgy, tudjátok, mint aki szellemet látott? Csak nem azért, mert ténylegesen szellemet látott. Vajon ő is látja saját magát az ágyban? Aha, látja! Na ez rettentő para találkozás lesz. És fú, de szemetül van megcsinálva, hogy alig látunk belőle bármit is. Hú, nincsen ott senki. Jól van! Hamarosan már a nője sem lesz a lakásban, tudjátok. Nyomatja is, hogy nincsen ott senki, erre pedig a fürdőajtó becsapódik. Hát ne csináljátok már! De akkor ismételten a csávó fog bedarálódni? Ugyanis akkor a feleség biztonságban lesz a fürdőszobában. Hát ismételten az úr kapta. Na dehogy, ez hogyan fog folytatódni, az derítsük is ki a harmadik és egyben utolsó részből. A takaró. Part 3. Hát de haver, te már meghaltál kétszer. Vagy valami történt veled? Hogyan vagy még mindig életben? Tudjátok, alacsony volt a költségvetés, és nem tellett különböző színészekre, ezért ő elvállalta az összes szerepet. Jó, hogy a feleség szerepét nem ő hozta. És mindjárt ki fog derülni, hogy ez csupán egy rémálom volt. Így random felébredtél egy raktárban, ahova be vagy zárva, és majd vajon ide is utána fog jönni a takaró? Vagy mégis Mizu? A takaróval nem lehet bírni egyszerűen. De innen ki fog tudni valahogy jutni? Hát csak jó fej volt, és elrejtett egy kulcsot ott a raktárban. Tudjátok, mindjárt kap egy cetlit, hogy játszunk. Ha megtalálod a kulcsot, akkor szabad vagy, és leszállok rólad. De hogyha nem, akkor itt fogsz meghalni. Van rá 2 perced! És persze, hogy megjelenik ismételte a takaró. Zseniális. Jaj, de jó! Nyilván pislog a lámpa. Na de hova tűnt? Tudja, hogy mögötte lesz. De ez már
Egy másik takaró, hogyha jobban megfigyeltük. Hát persze, hogy mögötted, ezt annyira éreztem. Minden horrorfilmes elemet beleraknak ebbe az egészbe. Ez csupán egy rémálom volt, szóval megnyugodhatunk. Most pár másodpercig, ameddig ezt szeretnék velünk érzékeltetni, utána pedig egy sokkal durvább kimenetel fog jönni. Nézzétek csak meg, tudja, hogy az lesz. Hol van amúgy a nője? És miért nem költöztek el még mindig onnan? Bár nagy eséllyel hiába költöznek bármerre is, ez a démon kísérteni fogja őket folyamatosan. Fogd meg azt a lepedőt és dobd ki a kukába, hát ha azzal még jobban felbőszíted a szellemet és kegyetlenebb halált fog neked adni. Na? Azt hittem, hogy valami hatalmas nagy terve lesz, hogy hogyan fogja levenni magáról az átkot. És hogyan fog megszabadulni ettől a szellemtől, de nem! Csak arrébb rakja a takarót, és gondolkozik. Várjatok, várjatok, várjatok! Egy másodpercre beláthattunk a takaró alá. Én most csak azért is meg fogom ott állítani, hogy megnézzük, hogy mégis ki van ott. Hát persze, hogy a nője! Hát alacsony a költségvetés! Jaj, de zseniális! Jó azért, hogy horror közben is tudok nevetni. Biztos úgy voltak vele, hogy majd megvágjuk okosba, és senkinek sem fog feltűnni. De hát nem számoltak azzal, hogy jön az elek és kielemzi ezt az egészet. Ennyi is lett volna ez a videónk. Remélem, hogy bejött nektek ez a kis mini sorozat. Hogyha igen, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot. Ott van minden lent a leírásban a harmadik csatornámmal együtt. Kérlek, oda is iratkozzatok fel, hogyha esetleg még nem tettétek volna meg. Hogyha pedig a csengő még nincsen benyomva, akkor mégis mire vársz? Amikor a YouTube, akkor elvileg értesítés fog küldeni a legeslegújabb videóimról. Én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk. Addig is, szevasztok! Oh.